Jelentős előnye birtokában már jó ideje csak az volt a kérdés, hogy mikor teszi matematikailag is biztossá feljutását a Nyíregyháza Spartacus. Ez a pillanat a 31. fordulóban jött el. Balmazújvárosban ugyan a Gyirmót szerezte meg a vezetést, de a meccs végén a Spari örülhetett 3-1-es győzelmének, a bajnoki címnek és a feljutásnak. Nyilván éreztük azt, hogy a játékosokon van egyfajta ilyen szempontból eredménykényszer, tudtuk, hogy mit nyerhetünk vele, de szerintem a mentalitásunk azt mutatja, hogy ugye hátrányból is sikerült fölállnunk és megfordítani a mérkőzést, úgyhogy végig nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, bedaráltuk, felöröltük őket, mentünk a győzelemért, és azt mondom, hogy a játékban is abból a szempontból nem volt rossz, hogy rengeteg helyzetet ki tudtunk dolgozni, kontrolláltuk a mérkőzést, domináltunk a mérkőzés alatt. Sajnos a helyzeteknek a minőségén, vagy a kihasználásán látszott, hogy egy kicsi druk van a játékosokban, vagy hogy ilyen nagy a tét, meg azt, hogy egy kicsit ilyen nyomás alatt most, hogy talán többet foglalkoztak a bíróval, mint szoktak, ez nem szokott jellemző lenni ránk, de próbáltuk nyugtatni a srácokat, és mondtuk nekik, hogy higgyenek benne, hogy végig meg fogják tudni fordítani a mérkőzést, hogyha ugyanígy mennek tovább. A vezetőedző szerint valamennyi játékos kivette a részét a régóta várt feljutás kiharcolásából. Egy jó felfogású focit játszottunk, ami szerintem nem ízlett az ellenfeleknek, szervezettek voltunk, és ami a legfontosabb, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtotta az egész keret igazából. Nem hiszem, direkt nem egy csapatot mondtam, hanem az egész keret, mert voltak azért sérülés hullámok, amiket igazából nem is kommunikáltunk annyira a közvélemény felé, csak így nyilván lehetett látni, hogy nem mindig játszanak játékosok, de ennek ellenére tényleg mindenki nagyon beleállt, és kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani, míg a riválisainknál több kisebb-nagyobb hullámvölgy bekövetkezett, azért azt gondolom, hogy nálunk, ha volt is, ősszel is, tavasszal is egy-egy minimális, vagy egy icipici megtorpanás, összességében egy nagyon kiegyensúlyozott és határozott teljesítményt tudott nyújtani ez a csapat. A bajnokságból még 3 forduló van hátra. A Spari eddigi szerepléséhez méltóan szeretné befejezni a szezont. Nyilván azt szeretnénk, hogy bajnokhoz méltóan fejezzük be a szezont, és tényleg próbáljuk meg ugye ezt a pont előtt még akár növelni is, és hogy próbáljunk meg ugye akár rekordokat döntögetni, ezekkel próbálom a srácokat motivációba tartani. Meg hát nyilván itt mindenki kialakít magáról egy képet, eddig is kialakítottunk magunkról egy képet, egy pozitívat szerencsére, hogy lehet látni, milyen csupaszív játékot, győzelemre törekvő játékot játszik ez a csapat. Azt fogok kérni a játékosoktól, hogy ezzel semmiféleképpen roncsanak, mert az nem néz ki jó, hogyha itt a végére nagyon leereszt egy társaság. A Nyíregyháza vasárnap a 14. BVSC Zugló otthonában lép pályára. A forduló további párosítása következő: PMSC Soroksár, Csákvár, Kozármisleny, Mosonmagyaróvár, Budafok, Kazincbarcika, Győr, Ajka, Budapest Honvéd, Gyirmót, Tiszakécske, Szeged, Siófok és Vasas, Szombathely.